Sziasztok! Hogyha idegesítő apró kis csomócskák vannak a szemetek környékén, akkor most figyeljetek, mert ez a videó most arról fog szólni. Mégpedig ugye a szem körül előfordulhatnak ilyen apró fehér csomók, amelyeket gyakran összetévesztenek szemölcsökkel vagy pattanásokkal, de igazából ez a bőr izzadságmirigyeinek az ártalmatlan jóindulatú daganata. Ők ilyen pici 1-3 mm nagyságú sárgás vagy bőrszínű dudorok formájában jelennek meg. Ez egy olyan bőrképlet, ami a sejtburjánzás okoz igazából, a verejtékmirigyeknek a sejtburjánzása okozza, jó? Ezt szilingómának hívják. Annyira nem fontos a latin neve, csak gondoltam, hogy mégis megemlítsem nektek. Ezek a pöttyök, ezek egy ilyen benignus tumorok, tehát jóindulatú, ártalmatlan tumorok, amik a verejtékmirigyeknek a túlzott burjánzásából jönnek létre a bőr alatt, jó? Tehát ez nem olyan, mint egy pattanás, ezt nem fogod tudni kinyomni, ne is erőlködj rajta, ne is kezd el, mert ezek a ilyen kis csövecske, olyan, mint a csövecske, ugye a verejtékmirigynek a kis csövecskeiben nyúlnak így a szövetek közé, a bőr rétegei közé, és azt nem fogod tudni kiszedni magadnak. Nem is érdemes se húzgálni, se nyomkodni, se kapargatni, se semmi. Nem okoznak egyébként semmilyen panaszt, tehát nincsen viszketés, nem társul hozzá érzékenység, nem társul hozzá fájdalom. Jellemzően egyébként szimmetrikusan jelennek meg az arcnak a mind a két oldalán. Általában nagy rész a szem környékén, szemhéjon fordul elő, de más területeken is előfordulhat a nyak, a hónaj, mellkas vagy a has oldalában. Előfordulásával kapcsolatban ugye leggyakrabban a nőknél fordul elő, de kialakulásához, főleg pubertáskorban hozzáteszem, de kialakulásoknál egyébként hajlamos itt a genetika is, valamint cukorbetegeknél, hormonális zavarban, Marfan-szindrómában is szenvedő betegeknél is megfigyelték, hogy ez társul hozzá, nyilván ez nem egy betegség, mint mondtam, ez egy ártalmatlan bőrképlet. De mind ezek mellett, amik ilyen betegségekhez társulnak, mindezek mellett egy nagyon gyakori fokozott izzadással járó tevékenységek miatt is létrejöhetnek ezek a csomók. Jó, tehát hogyha vannak ilyen csomói, nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamilyen betegség van a háttérben, lehet, hogy a fokozott izzadás miatt van ez nálad, hogy ezek a verejtékmirigyek ugye gyorsabban burjánzanak, és főleg, hogyha meg el is tömődnek azok a pórusok, akkor még inkább előfordulnak ezek a csomócskák. Ugye pont az ártalmatlanságából kifolyólag nincs szükség semmilyen kezelésre. De hogyha zavarnak téged esztétikailag, akkor nyilvánvalóan kell, tehát senkinek nem jó az, hogyha valakit zavarott valami az arcán, akkor el kell menni egy bőrgyógyászhoz, meg kell nézetni, és a bőrgyógyász el fogja neked mondani, hogy most mit javasol, hogy javasol egy lézeres kezelést például, vagy egy fagyasztást, vagy egy bőrcsiszolást, vagy egy sebészeti eltávolítás, ezek ilyen kis mikrosebészet igazából. Ott is az a lényeg, hogy teljesen mélyrehatóval vegyék ki azt a kis csomót, mert hogy a kiújulás, ugyanúgy ott van a kiújulás veszélye, tehát ne gondold azt, hogy megműtik, leveszik, és utána soha többet nem lesz majd ilyen az arcodon, mert hogyha fokozottan hajlamos vagy rá, akkor előfordulhat. Jó, amiben tudsz magadnak esetleg segíteni, hogyha hajlamos vagy rá, akkor az, hogy otthon nagyobb hangsúlyt fektetsz az arctisztításra. Jó, tehát az, hogy nem tudom, micellás vízzel például, vagy ilyen virágvizeket használva. Én mondjuk ezt a kettőt szoktam, micellás vizet, vagy virágvizes arclemosót használni, és ezek elég jól ki tudják tisztítani azokat a pórusokat, hogy ne duguljanak újra-vissza. Amit még javaslok neked, az, hogy ilyen fényvédőt vagy naptejet is használj, mert ezeknek a csomóknak árt egyébként az, hogyha vagy kialakulásához még inkább hozzávezet az, hogyha ilyen leégés kockázata megvan, tehát ilyen melegben vagy napsütésben használj fényvédőt, vagy valamilyen naptejet az arcodra, és pótold az A-vitamint, jó, annak is nagyon fontos szerepe van az A-vitaminnek a bőrtevékenységbe, és még egyszer hangsúlyosan elmondom neked, soha ne akard saját magadnak eltávolítani, ne nyomkod, ne húzgáld, keresd fel a bőrgyógyászt, hogyha zavaró számodra, azért, mert ő fogja neked megmondani, hogy mi az, amit javasol, ami számodra legmegfelelőbb lesz. Jó, összefoglalva, a szirungóm egy ártalmatlan bőrtünet,
tünet, nem igényel semmilyen kezelés, csak akkor, hogyha te szeretnéd, hogy kezeljék rajtad. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor lájkolj, kommentelj és oszd meg minket. Szia-szia!